Sziasztok, ez itt a World Geography című 1985-ös C64-es földrajzi kvízjáték, ami tekintve, hogy 2017-et írunk, nem igazán tartalmaz olyan kimondottan, legalábbis a jelenre vonatkozóan kimondottan megbízható információkat. De az az igazság, hogy én a 90-es években kezdtem el egyáltalán videójátékokkal játszani, szóval akkor sem voltak nagyon frissek az információk. Ugye történt egy pár dolog 85 és 90 között is, nem is beszélve ugye 85 és a jelen között. Nem ez fogott meg ebben a játékban, amiatt emlékszem rá. Igazából az a fajta elegancia és egy kicsit intellektuális atmoszféra, amit ez a játék sugároz, az, ami engem megfogott. Szóval... akár is kezdhetjük a játékot. Ugye, mint észrevettétek, ez nem kimondottan egy amerikai, angol verziójú játék. Én próbáltam keresni egy angol verziót, de csak egy 88 alcímmel ellátott verziót találtam meg, ami nagyjából ugyanez, gondolom némileg frissebb adatokkal, viszont a zenét totálisan elcseszték. Szóval felháborítóan elcseszték. Az, ami a legjobban tetszett nekem, az, ami megadta azt a nekem tetsző atmoszférát igazából abban a játékban, azt teljesen totál elvágták. Viszont grafikailag egy kicsit stabilabb az a verzió, de hajlandó vagyok azt feláldozni a zene kedvéért. Szóval, ugye kiválaszthatjuk a különböző régiókat, hogy hol akarunk igazából... milyen régióból akarunk kérdéseket kapni. Ugye itt van Amerikából és az óceáni ugye régióból, Eurázsiából, Afrikából, vagy mindenhonnan. Na most ugye keressük a kihívásokat, ez legyen mondjuk mindenhonnan, és mondjuk egy középszinten esetleg kezdjük el a játékot. És egy játékos módban. Ein Spieler. És ugye különböző információkat kérdez tőlünk ez a játék. Az egyik a Land, az gyakorlatilag az ország neve, a Hauptstadt az a főváros, a Warung az a valuta, a pénznem, a Sprache az a nyelv, az Einwohner pedig a lakosság. Na, melyik országról van szó? Ugye három lehetséges válaszunk van. Ez Süd-Afrika vagy Dél-Afrika akar lenni. Második lehetőségünk a forint, de azt hiszem, hogy igen, Dél-Afrikában a rand volt annak idején a pénzem. Azt hiszem még most is az, de nem vagyok benne tökéletesen biztos. Lakosság, legyen egy szép 31 millió. Végül is tudnak ezek az afrikaiak szaporodni. Akkor Afrikaans, angol, vagy szerb-kroát. Az is egy érdekes elnevezés a horvátnak. Aha. Kapstadt, Masuat, micsoda? Legyen az. Nem! Kapstadt. Ó, Cape Town? Cape Town akar lenni? Már nem tudom. Na ezért van az, hogy igazából nem vagyok benne tökéletesen biztos, hogy nem Johannesburg a fővárosa ennek az országnak? Na mindegy. Nem nagyon fogom csillogtatni a tudásomat, mert annak ellenére, hogy gyerekkoromban elég sokat bújtam az atlaszokat, és földrajzból egészen jó voltam, most már azért eléggé, nem tudom, egy kicsit elpárologott az a fajta érdeklődés és tudás, ami ezzel járt. Na, milyen országban vagyunk? Szerintem Sierra Leone. Azaz. Lakosság, hát legyen megint jó sok. Mi? Mennyit jelöltem be? 2 milliót, vagy 3, akkor 3 millió, akkor az több volt?
Akkor milyen nyelven beszélünk? Spanyolul beszélünk. Nem, angolul beszélünk. Jesszusom. Legyen Leone. Oké, kaptam 860 pontot érte. Ugye a idő függvénye az, hogy mennyi pontot kapunk egyáltalán ezekért a kérdésekért. Hauptstadt, ez Tirana, Brasília, az két másik ország, kizárásos alapon Freetown lesz. Yes! Megyünk tovább. Kicsit emeli a lelkesedést az, hogy miközben forog ugye a Föld, ez gyakorlatilag valahol egy sorsolást, olyan, mintha kisorsolna. Kisorsolná azt, hogy melyik országot kérdezi, és az embernek egy idő után kialakul az, hogy melyik a kedvenc régiója, ahonnan kérdéseket kapna. Legyen Kongó. A Maldív szigetek és a Grönland az valószínűleg nem itt vannak. Sprache. Ó, a franc. Legyen francia. Oké. Pardon. Na, legyen frank. Ha már francia gyarmatról van szó. Lakosság. Legyen minél több. Azt mondja, főváros. Brazzaville. Port of Spain. Ó. Vagy Hanoi, hát Brazzaville lesz. Úgy tűnik többnyire kizárásos alapon működök. Eddig még olyan országot nem kaptam, ahol nem ezt a módszert alkalmaztam. Na, melyik ország lesz? Ájjaj. Legyen Gambia. Yes! Sajnos a zászlót nem ismerem, de nem tudom, hogy ugyanazt a zászlajuk van még mindig. Lakosság, hát én szívok állandóan az évvel, a legnagyobb száma legyen 2 millió. Még kevesebb, jól van. Angol, olasz vagy filipino? Legyen olasz, vagy angol, hülye vagyok. Azt mondja, hogy pénz nem. Vatu, Lászi, Gulde. Bassza meg, egyiket sem tudom, legyen. De... Oké. Próbáljunk minél több pontot kisajtolni ebből az országból, hogyha lehet. Hauptstadt, Kigali. Banjul. Legyen. Akkor Banjul lett volna. Legalábbis 1985-ben. Hogy most mi van, nem tudom. Valószínűleg ugyanaz. Na hát nem Indonézia és nem Grönland, szóval San Marinóról lesz szó. Végre egy európai ország. Fővárosa valószínűleg San Marino. Oké, lakosság. Ez egy jó kérdés, legyen 5 millió. Nem, csak 23 ezer. És még én szidom az embereket a vetélkedőkben. Azt mondja, hogy legyen lira. Miért ne? És beszéljenek olaszul. Mint az emberek Itáliában általában szoktak. Nem tudom, csak következtettem. Na, mi lesz a következő? Bónusz kérdés. Kapunk egy bónusz kérdést. Nem tudom, hogy megérdemeltem-e. Tunézia. Tunéziának vajon melyik az zászlaja? Én most így hirtelen... igen. A vörös része, emlékszem. Azért érdekes, hogy
mennyire próbálkoznak azzal, hogy ez a kis felbontásra is a zászlókat vissza tudják adni rendesen. Európa? Mi? Nem. Hát nem Dominika és nem Vatikán, akkor Ruanda lesz. Pénz nem? Na, gőzöm sincs, legyen font. Nem, frank, oké, mindegy. Ulaanbaatar és Belgrád máshol van, szóval Kigali lesz. Hát, spanyolul és arabul nem hiszem, hogy beszélnek, szóval francia lesz. Így nagyon nehéz, hogy lófasz nem tudok ezekről az országokról. Legyen 1 millió. Nem, ez meg 5 millió. Jézusom! Azért Afrikában jól eloszlik a népesség. Elég mondjuk egy ilyen, na, egyenlőtlenül. Ez az a szó, amit kerestem. Bocs, hogy éppen elfogadhatóan tudok csak magyarul beszélni. Na, hát igen. Valószínűleg az Dél-Jemen lesz. Legyen... Nem. Próbáltam a... Nem tudom, az arany középutat kiválasztani, de úgy tűnik, hogy... Az se egy jó megoldás. Valószínűleg arabul beszélnek. Kingston, Mexikó... Nem igazán olyan városnevek, amiket akár még arab országban használnának, ezért az Aden lesz. És valószínűleg Dinárral fizetnek, oké. Okay. Ez a lakosság nekem nagyon nem megy. Ezt kitalálni. Pláne, hogy olyan lakossági adatokról beszélünk, ami nem tudom, hogy olyan korszakban készült, amikor talán fele ennyien éltek a világon. Ugye most tartunk, vagy 7,4 milliárdnál, és szerintem talán ilyen 4-5-nél voltunk a 80-as években. Talán még kevesebb. Chad. Dél-Afrika, az biztos, hogy nem Djibouti, valószínűleg Csád. Korona, font, vagy frank. Jó kérdés. Legyen font, nem. Mindig ez a hazárdjáték. Hazárdjáték a valutákkal. Azt mondja, hogy hát a frank akkor... Franciául beszélnek. Ó, kaptam egy bónuszt. Hauptstadt. Igen, micsoda? Hát, Victoria és Damaszkusz az... Máshol van, szóval kizárásos alapon. Na, ezt jó meg kell fontolni. Legyen megint az arany középút. Nem! Csak egy pár millióval tévedtem. Ezek a rövid klasszikus szekvenciák igazából. De nem jelentenek sokat, de... azért egy ekkora játéknál meghatározó lehet az ilyen nüansznyinak tűnő különbség. A van és a nincs között igazából. Egyiptom. Ajjaj, legyen ez. Valószínűleg ez az, mert... Egyiptomnak a zászlajában van egy...
központi címer. Izland. Ez nem nehéz. Legyen korona. Oké. Izlandi korona. Na, ez egy jó kérdés. Legyen 1 millió? Nem! Jézusom. Ennyire nincsenek emberek Izlandban. Reykjavik. Ez egyszerű. És izlandiul beszélni. Görögország. Drachmával fizetnek? Vagy fizettek? Lakosság legyen 10... Nem. Oké. azt hittem, hogy a görögöknek volt idejük szaporodni, de úgy tűnik, hogy nem. Görögül beszélnek. És Athén a főváros. Eingabe drücken. Ezek a kis vonalkák azok, amik egyébként olyan zavaróak, ebben különbözik igazából. Az angol verziótól, de igazából annyira nem zavar. Prága. Csehszlovákiáról van szó, az is egy nem létező ország most már. Korona. Csehül beszélnek. Vagy szlovákul. De gondolom hivatalos nyelvről van szó, hogy valami ilyesmi az a megkülönböztetés. Nem tudom, legyen 15 millió. Végre eltaláltam! Végre egy lakosság, amit eltaláltam! Egyébként úgy döntöttem, hogy valószínűleg több kvízjátékot is meg fogok látogatni ezután, mert láttam egy pár olyat, ami egészen jól néz ki. Gondolom olyanok, amiket különböző tévéműsorok után csináltak, azokat fogom elsődleges figyelemben részesíteni. Nem tudom, hogy mi Mauritiusnak a zászlaja, szóval kiválasztom ezt, aztán hú, jó. Kaptam érte 160 pontot, ez nem olyan sok. Az a kérdés igazából, hogy nem igazából tudom, hogy meddig tart egy ilyen játék, egy teljes menet a World Geography-ből. Remélhetően nem az összes országot fogjuk végig kérdezni. Ország. Aj, nem tudom. Hát Ruanda már biztos, hogy nem. Legyen Gabon. Azaz. Főváros. Libreville lesz. Oké. Legyen Francia. Azért csak tanulok. Frankkal fizetnek. Mint a franciák. Mint az afrikai franciák. Azt mondja, hogy... Húha, Gabonban vajon sokan élnek? Vagy kevesen? Középút. Na, bejött a középút. Izrael.
De ahogy a fővárosa. Lakosság, ó, a franc, nem is tudjuk, nem mondjuk 6 millió, nem, 4. Francia, azért német lenne az a szélén, de héberül beszélnek. Hebraisch. És sekellel fizetnek. Na, ezt meg én is tudom. Bónusz kérdés. Egy újabb. Úgyhogy a bónusz kérdés az mindig csak a... a zászlókra irányul. Na, most valami óceániai helyszín lesz. Amit nagyon nem szeretek egyébként. Valószínűleg Tuvalu, mert a Egyesült Királyság és a Német Demokratikus Köztársaság egy kicsit máshol van. Ugye a DDR az elvileg az akar lenni. Einfoner. Legyen 8000. Nem hiszem, hogy sokan élnének egy szigeten, főleg 1985-ben. Mondjuk beszéljenek... Tualuan. Legyen az. Kizárásos alapon. Nem igazán, de mindegy. Márka, dollár, riel. Mondjuk legyen dollár. Azaz. Funafuti. La Paz, Brazília. Hát valószínűleg Funafuti lesz. Jamaika! Jamaika a jamaikaiaké. És valószínűleg nem Kenya és nem Malawi. Húha, sokan élnek Jamaikában? Legyen 2 millió? Oké. Okay. Már féltem. Azt mondja, angol, arab, vagy francia. Hát, valószínűleg angol. Valószínűleg dollárral fizetnek. És... Kingston talán a Jamaica főváros? Igen! Oké. Okay. Ez valószínűleg Bermuda akar lenni, mert jó el van szeparálva ugye a Karibi-szigetektől. Azt mondja, hogy mennyi lehet a lakossága, mondjuk 55 ezer. Igen, senki sem akar a Bermudákon élni. Na. Valószínűleg angolul beszélnek. Hát, mondjuk Hamilton. Nem egészen kizárásos alapon, mert igazából egy kicsi dilemmám volt. Legyen dollár. Az a kérdés igazából, hogy nem tudom, hogy tényleg meddig tart ez a játék. Na most már játszok vagy 25 perce. Ennyi. Mali? Na, valószínűleg ez lesz, igen. Malinak van egy normál trikolorja.
Hát ez valószínűleg a Fidzsi szigetek lesz. Lakosság valószínűleg kevés. Valószínűleg, hát ezt most nem tudom biztosan, de angol. Akkor legyen dollár. Azt, hogy amerikai vagy ausztrál, azt nem tudom. Nem hiszem, hogy saját dollárral fizettek volna akkor. Damaszkusz, Ulaanbaatar, Szuva, legyen Szuva. Na? Spanyolország. Spániel. Spanish. Na, ez egy jó kérdés. Nem hiszem, hogy kevesebben lettek volna, mint akkor mi. Szóval 38 vagy 59 millió, hát legyen 38, ez az. Az 59 egy kicsit túlzásnak tűnt. Madrid. Az európai fővárosokat azért tudni kell, mondjuk pezóval fizetnek, vagy Oké. Már nem tudtam. Azóta leegyszerűsödött azért a helyzet Európában. Teljesen értelmetlen lenne egyébként a... Hát nem teljesen lenne, de értelmetlenebb lenne a valuta kérdés, ugye most már. Csehszlovákia? Ez. Mert ugye az európai országoknak a eléggé nagy része fizet euróval. Törökország. És Ankara a fővárosa. Ó. Ajjaj. Riel. Jó, török líra. Oké. Ezt egy kicsit elfelejtettem. Mi lehet a lakossága? 50 vagy 25? 50 vagy 25? Legyen 50, oké. Jó van. Nem csalódtam a törökökben. Kanada. Kanadai dollár. Hát a beszéd az azért kicsit egy jobban megoszlik ennél, de angol. Ott van a főváros. Na és a lakosság, ez egy érdekes dolog. De valószínűleg 25 millió lesz. A másik kettő az egy kicsit irreálisan kevésnek tűnt, még 85. 5 figyelembe véve is. Na, mi a bónusz? Ó, Fidzsi szigetek. És hogyha... Igen, hogyha figyeltem volna, akkor emlékeznék rá, de valószínűleg ez lesz. Igen, abban van egy Union Jack-szerű valami. Honduras, Kuwait vagy Tanzánia, hát másik kettő máshol van.
kuvait, meg ott van éppen, ahol a pötty villog. Rupia vagy Diner? Jaj, Diner, oké. Arról beszélnek, ez nem is kérdés. Kuvait a főváros. Na, mennyien élnek ott? Mondjuk 1 millióan. Egyelőre. A többi mind nem regisztrált munkaerő. Azt mondja, hogy valószínűleg nem Paraguay és Liechtenstein. Szóval Djibouti lesz. Nem magyarul beszélnek, valószínűleg Djiboutiban. Na, francia vagy? Legyen francia. Azaz. Akkor már fizessenek frankkal is. Legyen meg az egységesség. Legyen Djibouti a fővárosa, mert miért ne. És a lakossága legyen, hát mondjuk igen, 289 ezer. Megtanultuk azt, hogy nagyjából a térítőnél annyian nem fognak lenni, még akkor is, hogyha Afrikában van az ország. Bár Csád egy meglepetés volt számomra azért. Elég sokan éltek ott ahhoz képest, hogy a sivatag kellős közepén van. Burundi. Na, mi lesz Burundi? Na, most fogok először tévedni, nem? Igen, de. Azt hiszem, ez az első zászló, amit elcsesztem. Mentségemre szóljon, hogy Burundi országról még kérdéseket nem tett fel ez nekem. Szóval a zászlaját nem láthattam előre. Mi az a 6? Van egy szám, ugye a pontszámom mellett, ami így 6-os, és nem tudom, hogy mit jelent. Az az ország, ami meg ott van, az Laosz. Fővárosa valószínűleg, hát Kampala nem, mert az Afrikában van. Vientiane az... igen. Ha? Az volt? Oké. Okay. Vientiane. Ennek majd utána nézek. Lakosság... én legyen 4 millió. Nem, 3 millió. Hát, határeset. Leukip. Jézusom. Indokínáról lófaszt nem tudok. Indokína totálisan kiszámíthatatlan, de legalább azt tudom, hogy laoszi nyelvet beszélnek, vagy valami ilyesmi. Na, mi lesz most? Valami dél-amerikai. Uruguay, valószínűleg Uruguay, igen. Fővárosa Montevideo. Pénz nem, hát nem kveca és nem zlotyi, szóval peszó lesz. Beszéd az valószínűleg spanyol. Mi az egyetlen portugál állam, amiről tudok, Dél-Amerikában az Brazília, azon kívül pedig nincs spanyol lesz. A lakossága pedig, hát, hát az jó kérdés, legyen 2 millió. Mondjuk annyira nem nagy meglepetés, mert a másik azt hiszem 13 millió, vagy valami ilyesmi. Vagy nem is 13, 130 valahány volt, azért Uruguay nem akkora ország. Ezekkel a válaszokkal azért egy párszor már elbuktam volna, legyen is milliómosban.
Grönland. Lakosság, hát nagyon kevés legyen, 51 ezer. Valószínűleg dánul beszélnek, mert egy dán gyarmat volt. Tala, vagy korona, legyen korona, azzal fizessenek, legyenek szívesek. És Nuk. Hé, mondom Nuk. Igen, a főváros, vagy az. Mi az az 5? Ugye előbb ugyanott mondtam, hogy 6 volt, most 5 van. És közöm sincs, hogy az mit jelent. Kapunk egy bónusz kérdést. Egyesült Arab Emirátusok? Hú, az... nem, ez... nem, nem akarom, hogy ez legyen. Oké. Ezt azért tudnom kellett volna. De azt hiszem a másik, ami mellette volt, az talán Irak volt. Hát biztos, hogy nem az Egyesült Arab Emirátusokról van szó. Botswana vagy Észak-Korea? Hát nem is tudom. Francia, angol, arab, legyen angol. Na, ezt biztos nem tudtam. Ezek a rejtélyes pénznemek, hogyha kettő van belőlük, akkor a harmadikat fogom választani, mert gőzöm sincs, hogy azok micsodák. Aztán teljes hazárdjáték, inkább arra fogadok, amit ismerek. Főváros. Gaborone. Na, ez is egy jó kérdés. Legyen 28 millió? Vagy csak 6? Egy? Érdekes. Mondjuk az egy eléggé szavannás terület. Nem feltétlenül kedvez a emberi életfeltételeknek. Irak, Honduras vagy az Antillák? Vajon? Hát a pár százezresek között tévedni azért nem nagy bűn. Azt mondja, hogy beszéljenek mondjuk angolul. Fizessenek. Nem dollárral fizetnek, hanem guldéval. Jézusom. Miért? Miért vagytok különcök? Főváros. Vilnestad. Tananarive. Funafuti. Funafuti az már volt. Legyen Vilnestad. Hát nem Magyarország, az biztos. Nem Indonézia, szóval Szent Lucia. Eléggé részletesen tér ki az országokra ez a progi is. Azt mondja, legyen angol. Na miért ne? Miért van ennyi ország, miért nem egyesítik ezeket egy nagy országba, az kész. Túl sok a kvíz kérdés. Steers Kingston, Banane, nem tudom, ez valószínűleg Kingston már volt, a harmadik pedig afrikainak tűnik.
dollár. Ma megszólalni sem tudok, annyira nem tudom ezeket. Lakosság, legyen kevés végre. És ázsiai országot még eddig alig mutatott nekem, az a szép. Hogy többnyire ezeket a dél-amerikaiakat mutatja nekem, és Afrikát. Nem Grönland, nem Tonga, azt hiszem, nem a Bahamák. Igen! Főváros. Na, ez jó kérdés. St. George's vagy Nassau? Nem, Nassau, oké. Elnézést. Akkor pénz, Córdoba, legyen dollár. Úgy tűnik, a dollárt már ebben a régióban külszabályként használom. Lakosság, sok vagy kevés? Hát, mégis a Bahamákról van szó, legyen egy millió. Mondom, legyen egy millió. Nem! Oké. Végülis azok a jó helyek a világon, ahol kevés ember van. Azt mondja, hogy angolul beszélnek? Talán. Valószínűleg nem arabul vagy németül. Nem tudom, hogy az a szám odafent mi. Valószínűleg lehet, hogy az a szám, amennyit tévedhetek még. Ebben az esetben, hogyha be akarom fejezni ezt a videót még az életemben, akkor tévednem kell, de nagyon sokat. Azt mondja, hogy Grenada. Na, ez az, amiben tévedni fogok. Úgy tűnik nem? Úgy tűnik nem? Pedig csak a hasamra csaptam. Ez Bolívia. Azaz, oké. Okay. Spanyolul beszélnek. Mint a dél-amerikaiak általában. Pezóval fizetnek, mint a spanyolok általában. És La Paz a főváros, mint Bolíviában általában. És sokan laknak ott, mint Dél-Amerikában általában. Olaszország. Most kezd Európával kérdezni engem az egyszerű kérdéseket, most fogom megkapni. Róma. Főváros. Lakosság. Hát 56 millió, vagy 96 millió, legyen 56 millió. 96 az egy kicsi ország. Legyen lira. Mert az. Bónusz kérdés. Közben itt nézzem, hogy mennyi az idő egyáltalán, mert eléggé sokáig tart ez a játék. Közép-afrikai köztársaság. Legyen ez. Megint csak hasamra csaptam. De még nem tart egy óráig igazából a felvétel, lehet, hogy egy óránál csak úgy simában abba hagyom. Ez Malajzia. Már zászlóval tudom. Mondjuk legyen ez. Sajnos nem tudom a pénznemet, de... Kuala Lumpur. Azt tudom.
malájul beszélnek, mint a malájok, és a lakosság pedig jó sok általában arra felé. Még egy Ázsia. Burma valószínűleg. Több, mint valószínűleg, ami azt illeti. Legyen Kiat. Másik kettőt ki tudom zárni. Főváros legyen Rangun. Éljenek ott sokan. És beszéljenek burmaiul. A kontrollerem pedig javuljon meg, mert össze-vissza rángatózik magától. Bónusz kérdés. Szuper! Líbia. Azt hiszem neki van csupa zöld zászlaja. Ó, még egy ebből. Azt mondja, hogy hát nem Djibouti és nem Zimbabwe, szóval Barbados lesz. Mondjuk fizessen egy dollárral, mert miért ne? Lakosság legyen kevés. De nem nagyon kevés. Főváros pedig legyen Bridgetown. Mert azt tökéletlenül tudom. És nem magyarul beszélnek. Nem is tudom, hogy miért. Következő. Forog a kerék. Ki tudja, hol áll meg. És megint Afrika. Afrikában még van bőven elég ország. Egyenlítői Guinea. Igen! Mennyien élhetnek ott? Mondjuk kevesen. Hát, nem tudtam. Bolívar, Ecuele, vagy dollár. Ecuele. Legyen az. Eléggé misztikusnak hangzik, ha ez egy jó szó rá. Na és beszéljenek spanyolul, mert miért ne. Kinshasa, Malabo vagy Findhoek? Szerintem Kinshasa. Nem! Akkor mi lehet ez? Valószínűleg ez egy északabbi országon van? Vagy országban van? Nem tudom. Ez... ez Belize vagy Kenya? Szerintem Kenya. Végülis ott van a Victoria tó. Azt mondja, hogy font, real vagy shilling. Hát ez jó kérdés, legyen shilling. Nem igazság, legyen 19 millió? Jó, azt legalább véletlenül el tudom találni. Nem Kenyában beszélnek szuahéliul, ugye? Ugye? Megnyomom. Oké. Okay.
Valószínűleg Tokió, nem Kenyában van, szóval Nairobi lesz. Hogy hívják volt kenyai Obamán kívül? Hogy hívják? Na, elfelejtettem a nevét. Ki volt a csaj a Star Trekben? Burundi. Burundi. Ez lesz Burundi? Nem hiszem, hogy tudom, hogy ez lesz Burundi. Mert ezt már egyszer eltévesztettem, most újra feltette ugyanazt a kérdést, akkor a büdös életben nem fogok végezni tényleg ezzel a játékkal. Na, ki volt a csaj a Star Trekben? Uhura. Azt hiszem Uhura volt kenyai, legalábbis azt nagyjából sejtem, hogy beszélt szuahéliul, vagy valami ilyesmi. Akkor már csak kenyainak kell lennie. Nem, de vár. Na, milyen országról van szó? Szomália. Egyik kedvenc lövöldözős játékunknak a helyszíne. Hányan élhetnek Szomáliában? 6 millió. Húha. Elég sokan, ami azt illeti. Mivel fizetnek? Mondjuk shillinggel. Jó. Valószínűleg szomáliul beszélnek. Islamabad, vagy Mogadishu, azaz. Nem csak az egyik kedvenc lövöldözős játékunk, de az egyik kedvenc, úgymond akciófilmünknek a helyszíne is a Black Hawk Down-nak. Sólyom végbeszélyben. Az volt a magyar címe. Nepál és Grönland kizárva, Trinidad és Tobago. Várunk. Legyen dollár. Sprache. Legyen angol. Einwohner. Az legyen mondjuk. 73 ezer legyen? Ó! Szép! Szép! Elég népes ahhoz képest, hogy sziget. Főváros... San Salvador Kingdom... Hát nem tudom, San Salvador biztos, hogy nem, szerintem Port of Spain. Azaz. Még Ayaan Hirsi Ali is szomáli, van két egészen érdekes könyve, amit annak idején olvastam. Azt mondja, hogy Venezuela, Bulgária, persze. Csak már keresztben nézek. Bolgárul beszélnek, mint a bolgárok. Főváros. A Szofia. A könnyű kérdések. Hányan élhetnek ott? Legyen 8 millió, persze. Ők sem állnak rosszabbul, mint mi. Azt mondja, hogy... Lev. Legyen Lev. A pénznemeket nem tudom már. Részben azért is, mert ugye Európára, vagy az Európai Unió ugye euróra váltott egy csomó pénznemet, úgy szerintem a közemlékezetből ki került igazából az, hogy melyik országnak régen milyen pénzneve volt. Dél-Korea. Hát ez Észak-Korea, az meg Japán, szóval ez lesz Dél-Korea. Öt perc múlva elérjük a egy órás határt. És nem vagyok meggyőzve arról, hogy ennek a játéknak valaha vége lesz. Valahogy az a sejtésem, hogy
túl sokat kell tévednem ahhoz, hogy ténylegesen vége legyen. Frank, font vagy korona, korona. Szóval 1:00-nál elkezdek búcsúzni. Összekapom a cókmókomat. Mondjuk Dániában dánul beszélnek. Kopenhága. Kicsit sajnálnám, hogyha nem jutnánk el Magyarországra is. Hányan élhetnek Dániában? Mondjuk 5 millióan. Legyen annyi. Ez egy nagyon szép ország. United Kingdom. Itt egy rejtély lapunk, hogy vajon mi lehet ez a progival, legalábbis az eredetét illetően, mert szerintem akkor ennek van egy angol verziója, és a német verziót ráírták az angol verzióra, csak kihagyták valahogy az Egyesült Királyságot, vagy valami. Én nem úgy emlékszem régen, hogy ez ilyen volt, legalábbis ugye az én lemezes verzióm. Szóval ez egy eléggé furcsa jelenség itt most. Szétesett az egész grafika, szerencsétlen. Ja Istenem, hányan élhetnek ott? Nem tudom, 56 millióan mondjuk. Csak kinézem már ebből az országból. Fonttal fizetnek. Na, ez egy érdekes fordulat. Legalábbis azt illetően, hogy ennek a játéknak mi az eredete, vagy mi van ez a játéka egyáltalán, mert nem tudom, ennek nem így kell lennie. Szegény Egyesült Királyság totál szétesett. Bónuszfrage. Franciaországnak melyik a zászlója? Miért 8? Miért 8 az a szám most? Most, hogy megválaszoltam jól ezt a zászlós kérdést, most egyel fölment. Azt mondja, hogy Dél-Korea. Ugye az előbb kiválasztott zászlónak a országa. Mi? Megint egy misztikus pénz, nem? Legyen 41 millió. Az eléggé csak Dél-Koreáról beszélünk, egy eléggé fejlett ázsiai országról, ami még el is tudja látni ezt a mennyiségű embert. Mondom, koreaiul beszélnek. És Szöul, a főváros. És rögtön mint a következő országra. Ez Kuba. Nem tudom, miért bambultam el. Ez Kuba. Valószínűleg nem Budapest a fővárosa. Pedig néha azt érezzük, hogy Budapest a fővárosa Kubának. Na. Habana. Persze, hova fizetnek. Spanyolul beszélnek. És a lakosságuk a nagy rejtély. Hányan lehetnek? Legyenek 8... Nem, 9 millióan. Ennyi. És...
és eljutottunk az egy órás határidőre, és semmi kedvem tovább játszani, legalábbis felvétel közben biztos nem, szóval rögtön megválaszolom ezeket a kérdéseket, és el is búcsúzok szerintem. Na. Franciául beszélnek Maliban. Sokan élnek Maliban, mondjuk 7 millióan. Jól van, ez egy jól megválaszolt kérdés. Hogyan fizetnek mondjuk frankkal? Konzisztencia kedvéért. És Bamako, Tripe, na, ez micsoda, az valószínűleg Taipei akar lenni, nem tudom, legyen Bamako, oké. Na szóval, eljutottunk erre a pontra, amikor elbúcsúzok. Ez volt a World Geography című játék, nagyon sok időt bele lehet ölni ebben a játékba. Egy egészen jó agytekerő, szerintem. Szóval, 2017-et írunk, ismételtem boldog új évet kívánok, és hogyha tetszett ez a játék, akkor like, ha nem tetszett, akkor dislike, komment pedig odalent. Sziasztok!